Halleluja. Köszönjük, Uram, hogy ahogy a 93. zsoltárban olvashattuk, Te uralkodsz, és mindenek fölött vagy. És nem kell remegjen a szívünk, és nem kell féljen, mert Te uralmad mindenre kihat, és Fölötte van mindenek fölött. A mennyekben, az egek fölött, a földön és a föld alatt is meghajol minden tért, a Te lábaidra a Te nevedre, Uram, mindentért. A Te lábaidnak a zsámolja alá vetetted az ellenségeidet, és uralkodsz a Sionról. Köszönjük Te neked. És imádkozunk, Uram, oltalomért a Te néped számára. Imádkozunk, Uram, hogy legyen meg a Te akaratod, Terjesz ki a te szárnyaidnak az oltalmát, Uram. Terjessz ki a te szárnyaidnak az oltalmát. Mindenek fölött, Uram, minden vaskupolánál, minden emberi szerkezetnél, minden emberi hatalomnál nagyobb a te oltalmad. És a te kegyelmed, Uram, amivel be tudod fedezni a tiédet. Mert te vagy Izrael őrizője. Amen. Amen. 121. Zsoltár azt mondja, hogy nem szunnyad, és nem alszik. Hine lojanum, íme, nem szunnyad. היא סוגתה כי הנה קרנות, הנה לא ינום ולא יישן ולא יישן שומר ישראל הנה לא ינום ולא יישן ולא יישן שומר שומר ישראל Hine lo yanum, velo shomer Israel. Hine lo yanum, shomer Israel. A másik, ami nagyon fontos megvallás, az od avinu chai íme a Am Israel haj, az mi atyánk él, és ez a nép is él, és ezt éneklik. Most is kint volt Dani eltemetni egy katonát, annak a messiás hívő rabbinak a testvérét, Menáemet. 24 éves volt. Hat éves kisfia és egy 9 hónapos kislánya. Nagyon megrendítőek ezek a dolgok. De azok a fiatalok ott a siratófalnál küldte egyébként a, a videót, ezt éneklik. Oda oh, vindukhály, oda oh, Ez a Józsefnek a, a sztoriából van, hogy éle még a ti atyátok. Kérdezi József. És erre születik az ének, hogy a mi atyánk él. Oda vénú haj, oda vénú haj, oda vénú, O vénú vinu, haj, ami szrojel haj, ami szrojel haj, ami szrojel, ami szrojel, ami szrojel, ami am szrojel, ami am am is ami És ami aluttatok és aluttunk, megint történt valami, ami eddig még nem ami több mint 300 drónt és rakétát indított el Irán a saját területéről. Ilyet még nem mert megcsinálni. Ilyen még nem volt. Ez is egy újabb lépés, egy újabb vonal átlépése, egy újabb határ átlépése. És lehet látni, hogy minden afelé halad, amit az ige kijelentett. És én ma Bábelnek az ítéletéről szeretnék beszélni. Ugye múlt héten eh, itt volt a Wycliffe Bibliafordító Társulat, Biblia Társulat közöttünk, és eh, ugye elgondolkoztam ezen, hogy 7600, és úgy említettem is itt, hogy jól összezavarta az úr eh, ezeket, a, ezeket a nyelveket, jó sokra eh, tagozódott az emberiség, és ugye, hogyha kinyitjátok a Bibliátokat az Egymózes könyvénél, Noé-nak a bárkából való kijövetele után, a három fiától, Sémtől, Kámtól és Jáfettől, Benépesedik, egy mózes tízbe van. Benépesedik a Föld, és szóval az a fantasztikus, ami hitünkbe, hogy ez abszolút az emberiség történelmének a része, a szerves része és a története. Nem valamilyen, nem valamilyen elvonatkoztatott fantázia, fantasmagória, hanem ez az ember, amit a történelem órán egy részét tanulod, egy bizonyos szemszögből tanulod, és ennek van egy szellemi vonal, vonulata, egy szellemi oka ezeknek a dolgoknak, és érthetetlen, megérthetetlen a történelem könyvből, hogy mi miért alakult így, ahogy alakult. És miért tartunk ma itt. És erre a Szentírás ad magyarázatot, és többek között az egymózes tizedik részében olvassuk azt, hogy volt egy ember, ugye Noénak három fia volt, és a... Tizedik, vagy a nyolcadik versben, 10-8-ban azt olvassuk, hogy volt egy személy, akit úgy hívtak, hogy Nimród és ez Kúsnak volt a fia. Kús nemzete Nimrodot, és ez kezdett hatalmassá lenni a földön. Ez hatalmas vadász volt az úr előtt, azért mondják hatalmas vadász az úr előtt, mint Nimrod. És az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erek, Akkád és Káné a Sinár földjén földről ment aztán a Síriába, és építette Ninivét, Rehobót, Rehobót városát és Kalácht. És bejön a történelembe egy olyan személy, aki megépíti Bábelt, és azt olvasjuk a 11. részben, hogy az egész földnek egy nyelve volt, és egyféle beszéde, első vers, és másodiktól olvasom, és lett, amikor kelet felől elindultak Sinár földjén, egy sikságot találtak, és ott letelepedtek. És mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól, és lett nekik a tégla kőgyanánt, a szurok pedig ragasztógyanánt. És mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész földnek színére. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa a várost és a tornyot, amelyet építettek az embernek fiai, és mondta az Úr, imel nép egy, és az egésznek egy a nyelve, és munkájuknak ez a kezdete, és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondoltak magukban. Nos, a szájunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvüket, hogy meg ne értsék egymás, beszédét. És elszélesztette őket onnan az úr az egész Földnek színére, és megszűntek építeni a várost. Ezért nevezték annak nevét bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette el őket az úr az egész Földnek a színére. Eddig. Tehát látjuk azt, hogy van egy törekvés. És ez a törekvés, ez uh, Nimrodnak a, a nevéhez kapcsolódik. Ő volt az első olyan személy, aki egy lázadásba vezette uh, szervezett módon az emberiséget, és olyan erődített városokat épített fel, mint Babel. Uh, Ugye a mai Iraknak a területén volt található ez a város, és És itt megjegyzi róla az ige, hogy, hogy kezdett hatalmassá lenni a Földön. A mai napig ez a tendencia figyelhető meg, és ez az oka azoknak a híreknek, amiket ma beütsz a vagy rákattintasz a telexre, vagy beütsz akár még hírcsatornára, hogy, hogy uralkodók hatalmaskodnak ezen a földön. Ráadásul nem az Isten országát akarják képviselni, és építeni, és előmozdítani, hanem pontosan az Isten terve és Isten akarata ellen szervezik meg az ő hatalmukat. És ez Nimroddal kezdődött. Persze ennek már van elő hírnöke Káin személyében. Káin is alapított egy várost. De igazából itt lépett ki a szintére az a szervezett lázadás, ami az egész akkori emberiséget összefogta és egyesítette az Isten terve ellen. De ez nem változott meg az emberiség történelme folyamán, hanem ez egyre szofisztikáltabb és egyre szerteágazóbb módon valósul meg. És a lázadásnak a három célja, illetve ennek a toronyépítésnek a három célja, a negyedik versben van leírva, hogy mi volt a célja, az oka, az indítéka ennek a városnak, illetve toronynak. Ugye itt Bábel, itt, a 11. részben nem szerepel Nimród neve, de hát ő építette Bábelt, az előző részben lehet olvasni. Tehát az ő vezetése alatt történt ez az egész projekt. Tehát a város és a torony építésének az egyik oka, hogy a teteje az eget érje. Némely ilyen, ilyen mik ezek? legendák szerint onnan akarták lenyilazni az Istent, meg, meg nem is tudom már, mit olvastam, de a lényeg, hogy hogy messzire belássanak, ellássanak, lássanak minden, mindenfajta ellenséget is, de, de igazából az Istenekkel való harc, harcnak ez volt az egyik eszköze. Ott mindenfajta áldozatokat mutattak be, és zikurátoknak hívják egyébként ezeket az építményeket, ezeket a nagy lépcsős biztos láttatok történelmi könyvekbe vagy körbelépcsős, vagy ilyen, ilyen felfelé egyenes lépcsős építmények. Az egyik dolog az, hogy az eget érje, a teteje, a másik pedig az, hogy szerezünk magunknak nevet, és itt már a, a büszkeség, a dac bejön ebbe a történetbe. Hát persze az Isten ellen való harc is egyébként, hogy az eget érje. És a harmadik oka ennek a torony és városépítésnek, hogy el ne széledjünk az egész földnek a színén. Na most ezek, ezzel szemben Istennek mi volt az, az első parancsa a Ádámhoz? Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be az egész földet. Erre Nimród azt mondta, nem megyünk sehova. El ne széledjünk. Ma is át kell gondolni, hogy mi volt Jézus Krisztusnak a parancsa a gyülekezet felé. Menjetek el. Nem csak eljönni kell, hanem elmenni is. <laughs> Nem csak Isten tiszteletre kell eljönni, hanem el is kell menni jövő héten is. Oda, hova Isten indít. Olyan nincs, hogy csak itt ülsz a gyülibe, és hazamensz, mint aki jó végezte dolgát. Akkor nagy tévedésbe vagy. Hogy azt nem mondjam, Isten ne adja, hogy lázadásba vagy. Ne legyél lázadásba. Balog Miklós testvért idézve, akit tegnap temettünk. Fiam, ne bokszoljál Istennel, Boxoló volt egyébként fiatal korában. Ne boxoljál Istennel, mert rövidebb a kezed. <laughs> Oké. Okay. Tehát úgy se te fogsz győzni. Tudjátok, boxban milyen fontos, hogy messz hosszú, hosszú keze legyen valakinek. Hamarabb eléri a másikat. Úgy, hogy másik nem tud közelebb jönni. Fiam, nem boxolhatsz Istennel, mert rövidebb a kezed. Szóval ez a bölcsesség. Ez a bölcsesség. Mondhatnám ezt, ez az Isten Az Isten félelem. Hát ki vagy te, hogy harcoljál az Istennel? Jó, hát Nimrodnak egyesek szerint voltak sz komoly szellemi e, forrásai, <coughs> mert képzeljétek, hogy van egy, egy hébes szó a Gibor, őt Giborrának nevezi, hősnek. Tehát ez amikor azt mondja, hogy hogy nagy vadász, volt az úr előtt, hatalmas vadász az úr előtt, akkor a Gibor szót használja. És azt mondja, hogy Gibor rá volt, Nimrod. És nagyon érdekes, hogy ugyanezt a szót használja a tefilinekkel kapcsolatban. Akik a hát a Elohimnak is nevezi őket, akik az Istennek a fiai, akik, akik bementek az asszonyok lányaihoz, és hát e, testet öltött gonosz angyaloknak gondolja a teológiának egy, egy, egy e, ága. E, és róluk is azt mondja, hogy gibor, giborok voltak, vagyis hősök. Tehát ez nem egy pozitív jelző, itt az igében, hanem egy negatív. És e, Nimródnak voltak ilyen, lehettek és kellett legyenek ilyen szellemi e, forrásai, amitől ilyen hatalmas vadász volt. Most nem akarok tényleg belemenni itt a, a mi az apokrif iratokba, hogy miket írnak Nimródról, de e, lehet látni, hogy emögött még mindig ott van egy nagyon gonosz szellem, maguk a szabadkönyvesek is Nimroddal kapcsolatban hozzák magukat, és mindenfajta ilyen nacionalista, hát hogy azt nem mondjam, van Magyarországon olyan, szervez, olyan csoport, olyan, vannak olyan személyek és csoportok, akik magyarok, a magyarokat Nimrodnak a leszármazottainak nevezi, vagy tartják. De hát ez úgy hülyeség, ahogy van, mert Nimrodnak nem volt gyereke. Tehát ezt felejtsd el. Nincsenek leszármazottai, ezért ez egy hazugság, hogy a magyarok az ő leszármazottai. Sok minden elkezdődött ott. Például az, az, az első olyan Isten, amelyik anya és fiú képében jelenik meg, az például Nimrod keresztül és a Nimrodi eh, időben eh, indult. Na, és akkor olvasuk a 11. részben, hogy ennek a törekvésnek, mondhatnám, hogy ennek a globalizmusnak eh, Isten véget, véget vetett, véget eh, összezavarta a nyelvüket, és eh, elvágta ezt a fonalat, és nem csak a nyelvet, ami önmagában egy nagyon fontos része minden nemzetnek. Tehát azt mondja nagyon helyesen, hogy a nyelvében él a nemzet. De hát itt nem csak egy nyelvi összezavarásról van szó, hanem egy csomó olyan, olyan dologról, ami a nyelvhez és egy nemzethez kapcsolódik itt. Például a vallásnak is az összezavarása. Tehát a különböző vallási koncepciók, gondolatok Istenről, össze lettek zavarva, és teljesen más hagyományok és, minden, minden, tekintetben összezavarodott. Kiírtam, olvastam egy ilyen, egy ilyen könyvet, és ki, találtam egy ilyen könyvet, és kiírtam, hogy, hogy melyik nemzetre milyen gondolkodásmód jellemző, és milyen nemzeti különbségeknek felelnek meg ezek a vallásos elképzelések. Például a görög azt mondja, hogy ember, ismerd meg magadat. Ez a görögnek a görög felfogásnak, vallás megközelítésnek a, a jelmondata. Ember, ismerd meg magadat. A római azt mondja, ember, uralkodjál önmagadon. A kínai azt mondja, ember, jobbítsd meg önmagadat. A buddhista azt mondja, ember, sem is meg magadat. A brahman, ez az indiai vallás, azt mondja, ember, mélyegy el önmagadban. A Mohamedán pedig azt mondja: ember, alázd meg magadat. És mit mond Krisztus? Nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. ember. És a benne hívő pedig azt mondja, hogy mindenre van erőm. A Krisztusban, aki megerősít engem. Tehát ezek jól mutatják azokat a nemzeti és kulturális különbségeket és gondolkodásbeli különbségeket, ahogy ez az összezavarás elindult és különböző ágakra szakadt. Egyébként Báb Ilunak nevezték ezt a várost, ezt a tornyot, ami azt jelenti, hogy Isten kapuja. És ezzel szembe Istennek Bábel létette, ami összezavarást jelent. Tehát a Báb iluból lett Báb éle. És egyébként az Isten kapuja, tehát hogy, hogy, hogy felmegyünk az égbe, azon a praktikus védelmi okon kívül is, hogy, hogy még egyszer, hogyha vízözönt Isten ad a, földre, és ítéletet hoz vízözön által, hogy, hogy akkor megmenekülhessenek, ez is, ez is volt egy, egy célja ennek a toronynak. De tulajdonképpen az önmegváltásnak a a szimbóluma lehet ez a, ez a, torony. Hogy építünk egy olyan, egy olyan ö, szerkezetet, amivel, amivel felmehetünk a mennybe. És akkor vannak politikai következményei is. Tehát a vallási megzavarodás és, és tagozódás mellett vannak, egy, vannak olyan, van egy olyan következménye, hogy ezek a birodalmak, amiket Nimród elkezdett építeni, és amik ugye eljöttek és elkezdődtek utána, látjuk a történelemben, azt az erőt képviselték, hogy, hogy befelé, a központ felé húzzon, tehát mindenkit behúzzon ebbe a birodalomba. Mindenkit beolvasszon ebbe a birodalomba. Akár a rómairól beszélünk, akár a Makedonról, Nagy Sándorról, akár kiről beszélünk, mindegyiknek ez a célja, nézzétek meg most az orosz birodalmat, tehát próbál Mindent beolvasztani, vagy egyre több mindent beolvasztani. Tehát van egy olyan erő, ami magába akarja olvasztani, hogy ő még nagyobb legyen. És van a nemzeteknek a, a, az, a küzdelme, az ereje, mint például a magyar nemzeti és 56-ban erre emlékezünk, hogy próbálja ledobni magáról ezeket az igákat és ezeket a törekvéseket, hogy, hogy emberek, e, 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 ilyen birodalmi személyek és ilyen e, hatalmak határozzák meg a népet és a nemzetnek az életét. És a népek a központtól elfelé törekvő erejével feszül szembe ez a központosító erő. És ennek a legjellemzőbb formája az, amit most is látunk, a háború. Tehát, hogy miért vannak háborúk, és azt mondja az ige, hogy mindaddig, amíg a mesiás vissza nem jön másodjára, és és meg nem alapítja az ő királyságát. Addig ez a folyamat fog zajlani. Addig lesz csatazaj, addig lesz háborúknak a hírei, sőt, az utolsó időkben ez még fokozódni fog. Tehát, hogy megértsétek azt, hogy milyen, milyen erők mozgása határozza meg a történelmet, határozta és határozza meg ma is a történelmet a napjainkig. Ezek, ezek az erők. A példaveszédek 14.34 azt mondja, hogy az igazságosság felmagasztalja a nemzetet, a bűn pedig gyalázatára van a népnek. Ez a másik alternatíva, amikor egy nemzet az Isten által, kijelentett igazságosságban, igazságban és igazságosságban akar járni, és azokat, amiket bűnnek nevez a teremtő, az örökkévaló, azoktól elhatárolja magát, és megpróbálja egyre inkább, persze ezt intézményesen nehéz, mert ez személynek a felelőssége, de megpróbálja úgy kialakítani a nemzetnek a keretét, Jézus hív téged, csak nem telefonon, szokták mondani predikátorok, Ilyenkor az Isten tisztelet elején mindig le kell nyomni, mert... mert... Szóval a nemzetnek és a, 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 a minden nemzeti vezetőnek az a másik alternatívája és célja az kell legyen, hogy az igazságot és az igazságosságot helyezze céljának a nemzeti együttélésnek a, és berendezkedésnek az alapjául. És ha még el is hibázta egy nemzet, és bálványimádásba és egyebekbe belekerült, és istentelenségbe, van nemzeti megtérés is. Szeretném elmondani. Jeremiás 18.7.9. mondja azt, hogy amelyik nép megalázza magát, és megtér, annak Isten megbocsátja, és eltér el, el attól az ítélettől, amit egyébként elkészített számára. Tehát nem csak emberek szintén fontos, hogy lássuk, hogy van megtérés, hanem van nemzeti szinten is megtérés, és ezért ezért van nemzeti szinten is felelősség. Tehát, hogy egy nemzet, olvassuk a kecskék és a jók példázatában, hova fog tartozni és hova fog kerülni egyáltalán, megmarad-e nemzeti szinten az ezer éves királyságban, az pontosan az igazságosságnak és az igazsághoz való hozzáállásnak a függvénye és a következménye. Tehát ezért van felelősségünk nemzeti szinten is, és hogy azt nem mondjak, mondjam, Hóseás 11.1 11. alapján, amikor Izraelt fiának nevezi és, megszemélyesíti, tehát Isten egy nemzetet is úgy tekint, hogy ez egy szerves egység, mint egy személy. Ez egy, ez egy, Élő szervezet, ami, ami egységes, és, és ezért ítélet szempontjából is nem mindegy. Meg vagyok győződve, és zárójelbe szeretném tenni, hogy egy-egy hogy, hogy ilyen támadás, amit most látunk a szomszédba, nem csak valakinek, egy uralkodónak a hatalmi vágya, hanem egy népnek, egy, egy nemzetnek is az ítélete. Ez egy isteni ítélet. Minden nemzetnek az életében, azt látjuk Izraelnek az életében is, hogy amikor nem követték Istennek a tervét, a karatát, és a saját fejük után mentek, akkor mindig egy ilyen, be, egy ilyen támadásban ítélte meg. Úgyhogy ez is most, amit október 7-én elszenvedett Izrael, többek között nem csak a gonosznak a gyűlölete miatt van. Az, hogy így be tudott aludni a nemzetbiztonsági szolgálat meg, a, meg az elhárítás, hogy, hogy tényleg bealudtak, ez egy isteni ítélet, úgy gondolom. Mert Isten nem alszik és nem szunnyad. Viszont vannak történelmi ítéletei, és ezt látjuk nemzeteknek az életében. És ezért van az, hogy vannak kultúrák, amik eltűnnek, és vannak nemzetek, kultúrák, amik megmaradnak. És azért nagy dolog az, hogy ez, a nev, ez az ország trianon után meg tudott maradni. És nem szedték szét a nagy hatalmak. Olyan mértékben, hogy életképtelené váljon. Hát így is kérdése volt, hogy túléljük-e. De az egy isteni ítélet volt. De az, hogy vagyunk, az pedig egy isteni kegyelem. Hogy még mindig vagyunk. Mert nem fogyatkozott el az ő irgalmassága. És hiszem, hogy van, voltak és vannak, és ez az oka az egésznek. Vannak Istent kereső emberek, és Isten félő emberek ebben az országban. És ebben a városban. És Isten így lát téged? Te vagy a só. Te vagy a só. És az egyház Isten népe felekezetre való tekintet nélkül a hívő embereknek az a közössége, az a só. És ez megtartja, megőrzi. Ha van, ahol Isten azt mondja, hogy kerestem egyet, aki odaállna törésre és a Egyet. Istennek sokszor egy elég, úgyhogy nem mondd azt, hogy ki vagyok én és mi vagyok én. Mit tehetek én? Egy ima, egy fohász Isten felé, Ilyen hatalommal, ilyen súlyjal esik ladba, mint hogy olvassuk. Tehát kultúrák eltűntek, virágoztak, aztán nézed a helyét, és nincs is ott, ahogy mondja az ige. Maximum a régészek tudnak valamit kipiszkálni a földből. Abból a csodálatos szemirámiszi függőkertekből amikről mesék, legendák maradtak ránk. Vízvezetékekről és egyebekről. Na, de Isten nem minden egységnek az ellensége. Sőt, van egy, van egy vágya. Van az Istennek is, az Isteni egységnek is egy formája. Mikeás négynél, hogyha kinyitjátok a bibliátokat, akkor el lehet olvasni ennek a kereteit. Ezek nem azért kis proféták, mert kisebbek voltak, hanem mert a könyveik terjedelemre rövide formában maradtak ránk, úgyhogy nem kell lenézni őket, a Mikeás negyedik részénél, első verstől. És lészen az utolsó időkben az úrházának hegye a hegyek fölé helyeztetik, és felülemelkedik az a halmokon, és népek özönlenek rá. Pogányok is, sokan mennek, és azt mondják, gyertek, menjünk fel az úr hegyére, házához, hogy megtanítson minket az ő utaira, és járjunk az ő ösvényein, mert Sionból jön ki a törvény, és az Úr beszéde Jeruzsálemből. És sok népek között ítéletet tesz, és megfed erős nemzeteket, nagy, messze földig, és fegyvereiket kapákká kovácsolják, dárdáikat pedig sarlókká, nép-népre fegyvert nem emel, és hadakozás, többé nem tanulnak. És kikinyugszik az ő szőlője alatt és fügefáj alatt, és senki meg nem rettenti őket, mert a seregek urának szája szólt. Na, ez az egység eh, terve Istennek, és a középpontja pedig nem más, mint a Messiás, Dávidnak a trónján, akiről azt olvassuk a jelenések könyvébe, hogy mint Júda oroszlánya, és egyben, mint megöletett bárány áll a nemzetek fölött. Mert Isten az, aki őt királyi hatalomra hívta el és emelte föl. És ez a királyi hatalom most a mennyben az ő jobbján van, és egyszer pedig itt a Földön is, amit a zsidók várnak, és vártak az első eljövetelekor már, és kérdezték az apostolok pontosan pünköst kapcsán előtt, hogy de mikor fogsz beülni a Dávid király székébe. És mindenki azt várta, hogy átvegye az uralmat. És meggyőződésem szerint azon túl, hogy Judás olyan utakon járt, ami nem kellett volna, mert elcsent a tehát lopott a közös kasszából. Én úgy gondolom, hogy ő neki a hite ekkor rendült meg, amikor látta, hogy ez nem fog most megvalósulni. Akkor csalódott és botránkozott meg a mesiásban, akit ő mesiásnak tartott korábban, és árulta el. Hát ha már akkor meg akarsz halni, akkor haljál meg, gondolta magába és nem tudta azt, hogy igazából a saját halálos ítéletét mondta ki ezzel. És hát Isten írgalmazom minden. Azt mondja a Biblia, hogy jaj a botránkozónak. És jaj annak is, aki megbotránkoztat. Tehát az egység központi alakja és garanciája az, akit Isten királyi hatalomra emelt fel. És A második Zsoltárthoz, hogyha laposztok, profétikusan. Ebben a zsoltárban olvasunk erről, és így olvassuk, hogy miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiávalóságot a népek. A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szagassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket, de az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nekik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondta nekem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjet tőlem, és odaadom neked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, zúzod őket, répedényt, azért királyok legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a meg ne haragudjék, és elne veszhetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja, boldogok mindazok, akik ő benne bíznak. Halleluja! Tehát itt mit, miről van szó, ezt a küzdelmet, ezt a lázadást írja le az ige, ami a nemzetekben van Isten terve ellen. És leírja profétikusan ez a Zsoltár azt, hogy ennek a központi alakja az a személy, akit Isten, az Atya királyá kent fel a Sionon, az ő szent hegyén. Aki nem más, mint a Mesiás, akit mi úgy ismerünk, hogy a názareti Jézus Krisztus, akit Isten feltámasztott a halából. Hát volt húsvét, meg lesz húsvét, mert 22-én van a Nissan 15, úgyhogy húsvét előtt és húsvét után, azt mondom, hogy Jézus Krisztus él. És Isten bizonságot tett. És azt mondta, az Úr mondta nekem, én fiam vagy te, ma nemzettek téged. Kér tőlem, odadom neked a pogányokat örökségül. És birtokodul a földnek határait. Amikor oda ült az Isten jobbjára, akkor ezt mondta neki az atya. Itt vannak a nemzetek. És minden népből, minden nyelvből, minden a legkisebb ágazatból is fognak állni az ő királyi széke előtt, és fogják imádni a bárányt. És ezért tudjuk, hogy ez az ima, ez a kérés meghallgattatott. Ez a kérés elhangzott, és ez a kérés kapra talált, és meghallgattatott. És fantasztikus dolog látni azt, hogy Isten hogyan fog győzni, a végén. És a vasveszőt olvasuk a jelenések könyvében, hogy az, aki megszületett attól az asszonytól, az vasveszővel fog uralkodni. Ugyanaz a kifejezés, ugyanaz a, egy párhuzam van a jelenések könyvében. És ami megdöbbentő még, ezzel együtt, és akkor ezzel fejezném be, a jelenésekhez, hogyha lapoztok a 13. részhez, akkor egy évnek a végét látjuk, Nimrodnak a művét, aki befejezi, és döbbenet azért ez is, és hozzátartozik az igazsághoz, a kijelentett igazsághoz. A Jelenések 13. részében, a 7.-8. versben azt olvassuk, és adaték neki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze. És adaték neki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Annak okáért imádják őt a Földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életkönyvébe, amely a bárányé, aki megöletett a világ alapítása óta. Ha van valakinek füle, ha van füle valakinek, Hallja. Szeretném megkérdezni tőled: be van írva a neved az élet könyvébe? Boldog az az ember, aki erre Ámen tud mondani. Aki tudja, hogy örök élete van. A mesiásban. Aki el tudja mondani, hogy az én bűneimet is felvitte az ő testében a fára. Tudod most a Peszákkor, mikor a legkisebb fiú az asztalnál a széderestén meg kell kérdezze, hogy apa! De mi, mit ünneplünk most, és miről emlékezünk meg? Akkor el kell mondani az egész sztorit az öregnek, és mindenkinek úgy kell tekintenie magát, és úgy kell megvallani ezt a történet végén, hogy én jöttem ki Egyiptomból, a szolgaságházából van egy ilyen ima, egy megvallás. Én. Nem a mi atyáink, hanem én is benne voltam. És tényleg, ahogy Léviben benne volt, Ábrahámban, és Ábrahám tizedet adott, tehát benne voltam Krisztusban, amikor ő feltámadt a halából. És ezért én is feltámadtam a halából. És ezért ha feltámadtam a hálából, be van írva a nevem az élet könyvébe. De döbbenet, hogy azok, akik ezt nem tudják elmondani, hogy minkkel átmenjenek. Nimródnak a műve, az beteljesedik az Antikrisztusban. Mert Nimródban is az Antikrisztus szelleme jelent meg már akkor. Az emberiség kezdetén, az elején. És ez az Antikrisztusi szellem, ez... Hadakozik a szentek ellen. Mindig ezt tette. És ezt fogja tenni a legvégén is. És ami döbbenet, hogy legyőzi. De milyen szentek azok? Itt van egy ellentmondás. Milyen szentek? Milyen szentek azok, akiknek nincsen beírva a nevük az élet könyvébe? Akiket az Antikisztus legyőzhet. Hogy lehet az, hogy valakik démonokat tűznek? És azt mondja róluk Isten, hogy nem ismerlek titeket. És ezért nagyon fontos az, hogy, ahogy Sanyi mondta, hogy azért a hitért harcoljunk, ami kezdetben a szenteknek adatott. Azért a hitért küzdjél, és szolgáld az Ura teljes szívedből, teljes lelkedből, szeresdő, teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. És ne a lázadásnak legyél a része, ne a lázadó világnak legyél a része, hanem legyél az Isten szolgáinak a része. És imádkozz ezért a nemzetért, imádkozz azért a helyért, ahol laksz, a környezetedért. De a vége ennek a történetnek, ugye, ahogy mondtam, elkezdődött Kain városával, ez a szellemi ív, Bábelnek a, a, szellemi íve, aztán a toronnyal folytatódott, aztán Nabukodonozorral és a világtörténelemben különböző hatalmakkal, olvasd el a Dániel 2-t vagy a 7. részt, és kitejesedik az Antikrisztus világában, olvasd a jelenések 13-at vagy a 17-et, de a vége az Krisztusnak a diadala, a Messiásnak a diadala, jelenések 18 és 19. fejezetében. És azt olvassuk, hogy a nagy parázna így nevezi ezt a szellemet, és ezt a hatalmat, jelenések 14.8. A nagy parázna felett győz a mennyasszony. Jelenések 21.9. Ami nem más, mint a menyből alászálló új Jeruzsálem. Ez, amibe benne vagy, és benne leszel te is, amihez tartozol. Mert az ő mennyasszonya felékesítette magát. És a régiek elmúlnak. És íme újjá lesz minden. Ezért ne félj, te kicsi nyáj, és a belegó körbenéz, van, aki körbenéz, és azt mondja, hogy hát de kik vagyunk mi? Tényleg egy száz ember, meg ezer ember, meg, meg mit tudom én, húsz ezer ember? Történt az ígérete? Jézus felnéz, felnézett az égre, és azt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy ezeket elrejtetted a hatalmasok elől és a kicsinyeknek pedig kijelentetted. És tudod, évezredeken keresztül a, leg, a legrégebben ünnepelt ünnep, a Pesach, az elkerülés ünnepe, ami húsvétnak neveznek, de ez a profétai ünnep, akármilyen szerény formában is ünnepelték, beteljesedett Jézus Krisztus halálában és feltámadásában. És nem az a lényeg, hogy az a zsidó bácsi, meg zsidó felesége, meg a gyerekek, hogy hányan voltak, hogy mennyire voltak gazdagok, vagy mennyire nem voltak gazdagok, mennyire voltak okosak, vagy nem mennyire nem voltak okosak, vagy tanultak, hanem ők vették a kijelentést, és megünnepelték évszázadok év ezredek, és ünneplik év ezredek óta. És beteljesedett. És még van egy olyan része a Peszáknak, az elkerülésnek, ami még most fog beteljesedni. De arról majd következő alkalommal beszélek. És köszönjük, atyánk, hogy ilyen reménységet adtál a szívünkbe, és ilyen bizodalmunk lehet a te igédben, hogy te nem ember vagy, hogy hazudjál. És köszönjük azt az egységet, amit elkészítettél a nemzetek számára is, Magyarország számára is, a magyar nép számára is, és imádkozunk, hogy nemzeti szinten is ott legyünk, és imádkozunk, hogy ellened való hadakozók legyünk, hanem a te igazságosságodban, a te igazságodban álljon meg ez a nemzet és imádkozom azért a parlamenti ima összejövetelért, hogy legyenek áldottak a fejedelmek, és ne az Úr ellen tanácskozzanak, hanem csókolják a fiút, és örüljenek reszketéssel. És mi is akarunk téged csókolni, Jézus Krisztus. Teljes szívünkből akarunk téged szeretni. Az életünket odaadjuk neked, és mutasd meg, hogy merre akarod, hogy menjünk jövő héten is imádkozom, hogy ne csak ide tudjunk eljönni, hanem el tudjunk menni azokra a helyekre, ahova te küldesz bennünket. Uram, kérjük tőled mi is a népeket, kérjük tőled az embereket, akiket kiválasztottál a világ teremtése előtt Krisztus Jézusban. A békességnek a fiaért imádkozom, hogy vezessél oda bennünket, akiknek hallaniuk kell az evangéliumot akiknek meg kell tapasztalnia te újadnak az erejét, te karodnak az erejét, te újadnak az érintését. És imádkozom az itt levőkért is, és imádkozunk, Uram, minden betegség ellen, a gonosznak minden uralma ellen. Hogy távozon el a Szent a testéből, mert neked hatalmad van arra, hogy meggyógyítsál. És imádkozom, hogy minden lázadástól tudjunk megszabadulni. Minden ellenkezéstől, ami van a szívünkben, a te kijelentett igazságoddal szembe. Hogy hitre tudjunk jutni. Hogy hitben tudjunk megállni. Mert aki hallgatja és megcselekszi, az építi a házát arra a kősziklára, amit nem tudnak kimozdítani semmilyen szelek, semmilyen vihar, semmilyen esők, és látjuk, hogy nehéz idők jönnek. De köszönjük neked, hogy aki a sziklán áll, azt te megtartod. Jézus Krisztus áldunk és magasztalunk téged. Amen.